Köszöntjük a nézőket, itt vagyunk mind a hárman, most egy óráig a Big Chatben. Írjatok, kérdezzetek, nyugodtan tőlünk. A Univerzum nem jelentkeznek olyan nagyon sokan, a Miss Balatonra annál többen jelentkeznek, de annál is többen a miénkre. Szerintem az, mert ott is autót adnak örökbe a Balatonon. Egyébként igen, valószínűleg a nyeremények is motiválják azért a lányokat. Én magára adó nő, nem jelenik meg tévén műsorban, smink nélkül. Tudunk sminkelni, csak nem szeretünk, tehát én sem szeretem, hogy nagyon ki vagyok vakolva, mert az egész arckarakternak megváltoztatja, tehát így persze szép, meg én is ugyanez a véleményem vagyok, hogy legyen rajta smink, tehát legyen az, hogy tényleg tökéletesen meg tudsz jelenni, de szerintem a túl erős, az meg megint adulnak a túloldalon, mert akkor ha valaki meg lehet smink nélkül, tehát persze nincs meg. Egyébként aktot engedi ez a verseny? Nem. Sem aktot, sem fél aktot, sem ilyesmi. Nekem egy nagyon régi álmom volt, hogy egyébként 5 év figyelemmel kísérem a versenyt. Minden évben volt velem valami történtelen, ami eltörtem a lábam, fogműtétem volt, ami miatt nem tudtam elindulni, de egyébként is idén éreztem azt, hogy készen állok erre. Én most annyira szívesen elindulnék, mert amikor én indultam, akkor ez a verseny még nem ilyen színvonalú volt. Akkor még nem volt ilyen óriási díszlet, nem voltak ilyen ruhák, nem. Most szerintem jó nálunk versenyezni. Tavaly még nagyon új volt nekem ez az egész, meg rögtönzött is volt, most már azért idén ez egy tudatosabb döntés volt, és idén úgy jöttem, hogy biztos, hogy korona lesz a fejemen. Maga az ötlet, hogy én újabb nekem sem egy ilyen évből kapott dolog volt, én is már szerettem olyan az előző években is, de mindig úgy az utolsó pillanatig kivártam, hogy na most, majd most, és akkor úgy lebeszéltem magam tudatalatt, hogy nem is kéne indulnom. Aztán idén volt az, hogy idén már azért évelején tudtam, hogy ha most nem, akkor már soha. Szia, ti mi vagyok? Én meg Júli. Szia, Julcsi. Hány éves vagy? 11. Hát, hogy ki lehet 30-ig jövőre, akkor elindulnak. Ja, nyilván nem lehet, mert nem lehet, de... Kitolni akár lehetne, ha nemzetközi lesz is, de a két gyerekem miatt már biztos nem lehet itt Hajadon. Lányok és egyedivel. Úgyhogy nagyon szívesen elindulnék az ő helyükben, a mostani fiatalok helyében. Én alapból ismerkedtem már meg a párommal, hogy én akkor már modellkedtem, tehát én ebből éltem akkor is, és most is ugye én levelező vagyok fősúlyon, és azért is választottam, hogy levelezőn tanuljak, hogy emellett ugye el tudjam magam tartani. Több ügynökségnél voltam, több helyen külföldön is, úgyhogy ő tudta, hogy én ebben a világban mozgok. Nálunk meg ugye az évek óta tartó barátságunkból adódóan is ő tudta, hogy ez engem érdekel, és hogy ezekkel szeretnék majd foglalkozni a jövőben, így nem volt meglepve szerintem. Meg az a fajta ember, aki mindig támogat. Annyira elfoglalt vagyok, hogy igazából nem is tudom, hogy lenne erre időm. Úgyhogy szerintem azért várok meg. Most jó, hogy színűben? Hát, hogy ezt mondanám.